Már csak pár pillanat, és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Juhász Hajnalka, a KDNP országgyűlési képviselője. Ugyan a magyar parlamentben nagyon sokan vannak, akik úgy érzik, hogy tapasztalataik vannak a külpolitikába, de aki mindent tud a külpolitikába, és helyére is tudja tenni, az nem más, mint a képviselőasszony. Kezdjük, csokolom, jó reggelt kívánok. Kezdjük akkor a mai meghallgatással. Volt egy régi mondás, hogy a népnek kenyér és cirkusz kell. Ez melyik kategóriába tartozik ez a mai meghallgatás? Hát a Brüsszel részéről a cirkusz kategóriájába, és én azt gondolom, hogy ez elfogadhatatlan a 21. században egy Európai Unióról szóló szerződésről, egy lisszaboni szerződés mellett, hogy úgy tudnak a mai Európai Parlamentben vitát folytatni, hogy az a fél, akire vonatkozóan a vita történik, az nem tud jelen lenni. Ugye itt a háttérként, ha röviden el tudjuk mondani, a koronavírus elleni védekezésről szóló törvénnyel kapcsán emelt az Európai Parlament kifogást úgy, hogy az Európai Bizottság alelnöke azt mondta, hogy minden rendben van magával a törvénnyel, és miniszterelnök úr azt kérte, hogy Varga Judit igazságügyi miniszterasszony képviselhesse a mai napon. Erre nem adtak lehetőséget, és ehhez hozzá szeretném tenni azt, hogy semmilyen írott formában nincs meg a jelenlegi uniós szabályozásban, hogy a miniszterelnököt nem képviselheti adott esetben miniszter vagy államtitkár szintű képviselet. Tehát gyakorlatilag a hátunk mögött, a fejünk felett fognak erről vitatkozni, és annyit tennék hozzá, hogy erre időt szán az Európai Parlament akkor, amikor maga az Európai Unió járványelleni védekezésben teljesen sikertelen volt. Ez a tagállamokra volt gyakorlatilag bízva, hogy ki mit tud tenni a koronavírus elleni küzdelemben. Úgyhogy ez egy elfogadhatatlan és egy minősíthetetlen szituáció, én azt gondolom. Az én alapvető problémám, azt ön tudja, hogy én 30 évet ízlelve szocializálódtam, és ott dühöng a demokrácia, de azt mondják, hogy amikor helyzet van, akkor a helyzetet kell megoldani. A vészhelyzet az vészhelyzet. Tehát utána le lehet ülni, meg lehet beszélni, el lehet menni a legfelsőbb bírósághoz, az alkotmánybírósághoz, bizalmatlansági indítványt lehet, akkor, amikor mindennek vége. Így van, és amikor mindennek vége, és akkor nem csak azt lehet megvizsgálni, hogy Magyarország, már bocsánatot kérek, akkor meg kell nézni, hogy valamennyi tagállam, most már ugye az Egyesült Királyság nélkül 27 tagállamról beszélünk, hogy a 27 tagállam milyen törvényeket hozott, milyen rendelkezéseket hozott, és ennek összefüggésben Magyarország hogyan kezelte a járvány helyzetet. Mi ugye, amikor a törvény vagy a jogszabály tervezett időszakáról beszéltünk, akkor azt mondtuk, hogy ennek igenis van egy korlátja, ez pedig a veszélyhelyzet megszűnése. Tehát mi kezdettől fogva ezt egyértelműen kommunikáltuk itthon és külföldön. Hála Istennek azt látjuk, hogy a járvány elleni védekezésben nagyon hatékonyan lépett, és nagyon hamar lépett Magyarország, és én ezt egy nagyon politikailag elhibázott döntésnek tartom most ennek az egész kérdésnek a napirendre vételét az Európai Parlamentben. Azért azt ne felejtsük el, hogy az uniós intézmények elleni szkepticizmusnak azért elég komoly alapja van, és ezek csak ráerősítenek erre a kérdéskörre. Értem, és hogyha már említettük Angliát, Anglia egy külön utas. Van egy miniszterelnök, aki beteg lett, aki meggyógyult, mégis ő egészen másképp kezeli. Viszont nekünk nagyon fontos, hogy milyen kapcsolatunk, gazdasági, bilaterális, politikai, mindenféle kapcsolatunk hogy alakul az Egyesült Királysággal. Ha jól értem, akkor átadta megbízó levelét Kumin Ferenc is, ő az új nagykövet a királyságba, ki képviseli hazánkat. Mit tud mondani, mit jósol a két ország újfajta kapcsolatainak, hisz egész más egy európai tagállammal a kapcsolat, gondolom sok mindent újra kell értékelni vagy indítani. Szerintem a Ködös Albion, az angol száz kultúra egy teljesen új politikai attitűdöt fog az elkövetkezendő időszakban, ez a saját véleményem, folytatni. Ugye ő mindig a Szigetországra jellemző sajátos politikát képviselt, ezt én azt gondolom, hogy ez visszafogottá vált az uniós tagsága alatt,
és most azáltal, hogy kilépett, azt gondolom, hogy vissza fog térni ahhoz az angol száz gondolkodásmódhoz sok esetben, ez az úgynevezett splendid isolation mentalitás, ez vissza fog jönni, és sokkal egyedibb, egyéni hangot fog megütni, miután, és itt a vesző, és itt a lényeg, miután megkötötte a megfelelő kereskedelmi megállapodásokat az Európai Unióval, hiszen egy politikai vezetésnek, egy kormányzatnak az a célja, hogy a választó irányába prezentálni tudja, hogy a gazdasági együttműködés az jó és stabil talajokon áll, és amikor ez megköttetik, én azt gondolom, utána lesz egy sajátos hangvétel. Hogy emeljem ide, hogy az Egyesült Királyság szerepe, én azt gondolom, a Közel-Keleten sokkal befolyásosabb lesz az elkövetkezendő időszakban, és önállóan is meg akar majd jelenni, akár humanitárius tevékenységben, akár a közel-keleti politikában való adott esetben hatékonyabb és intenzívebb véleménynyilvánítás kap. Nekem az például személyesen tetszik, ahogy Boris Johnson napi szinten nagyon, nagyon intenzíven, hevesen beszél arról, és ez egy jó attitűd az angol szászoknál, hogy mindez, amit elértek, nagyon büszkék legyünk rá, ez egy nagyon fontos mentalitás az angol szász kultúrának. Azt gondolom egyébként ebben nekünk is így kell gondolkoznunk, és ne vegye és ne szegje kedvünket az, amikor ugye újból Brüsszelben Magyarország a téma. Legyünk arra büszkék, hogy amit tudtunk, megtettünk, és meg is teszünk a járvány megfékezése kapcsán. Mindenesetre, hogyha az angol száz politikai kultúráról beszélünk, akkor nekem nagyon tetszik az, hogy ott az ellenzék az nem ellenség. Tehát mindannyian ugyanazért a királynőért, ugyanazért a hazáért, hasonlóan, mint a közel-keleti demokratikus zsidó államban. Működik az egységes nemzet mentalitása, ez zseniális, egyébként ez Izrael kapcsán is egészen elképesztően működőképes dolog, és most végre van egy egységkormány, ott se volt egy könnyű időszak. Ma egyébként teszik le az esküt, ez nem egy egységkormány, ez egy egységvészkormány, a vészhelyzetre. Összeállnak baltól jobbig, mindannyian a haza érdekében, pedig nem sok mindenbe értenek egyet. Nem, és ráadásul azért tegyük hozzá, mert Izrael szóba jött, hogy az elmúlt egy évben három választáson vannak túl. Úgynevezett ügyrendi kormány volt, és azért Netanyahu-nak nem volt könnyű helyzete. Ugye márciusban 37 mandátumot szerzett meg, ha jól emlékszem, 61 kell a kormány alakításhoz, ezért is a kékfehérekkel most ugye megállapodás történik. Az a cél, amit akár Anglia esetében is mondtunk, itt most érdekellentétek, akkor is egy irányba mennek, és ugye itt kérdés majd, hiszen Washington egyértelműen állást foglalt egy úgynevezett béke megállapodás, béke irányába Izrael állam kapcsán, és azért itt mondjunk el három fontos pontot. Az egyik fontos az, hogy a ciszjordániai palesztin területeken létesített zsidó telepeknek az elismerése ennek a béke megállapodásnak a javaslata, amely Izrael állam része lesz. A másik fontos béke tárgyalási megállapodás az, hogy Jeruzsálem egy is oszthatatlan fővárosa az Izrael államnak, és azt gondolom, hogy a Golán felsíkon kívül még a Jordán völgyének a kérdése az egy rendkívül fontos pont, és amelyhez az Izrael állam és Netanyahu is ugye ragaszkodik, hogy a mostani Izrael állam területén palesztin számára menekült státuszt nem fogadni Izrael állam. Nagyon érdekes, szerintem órákat tudnánk arról beszélni, hogy ennek ki melyik ország, például Bahrainnek, az Egyesült Arab Emirátusoknak megköszönte Izrael, de Magyarország, ugye hozzuk ide azt, hogy Magyarország is támogatja ezt az irányt, új lendületet venne ez a béketárgyalás, és ugye mindannyian tudjuk, hogy két időpont, ami izgalmas, az 1947-es ENSZ határozat, és amit Palesztina vitat, az 1967-es hatnapos háború utáni időszak, ez a két nagy vita, és most, ami ugye Netanyahu számára egy abszolút politikai előny, hogy végre van egy olyan egység mögött, ami már több mint egy éve nincsen, hiszen ugye látjuk, hogy Trump is választásokra készül, Netanyahu vált vállán, és ez a teher volt, hogy akkor hogyan tovább. Azért hagyj emeljük ide, hogy bírósági eljárás is van vele szemben, tehát izgalmas időszak. Mégis most a legfontosabb cél az, hogy a zsidó államot, Izrael államot palesztin részről elismerésre kerüljön.
Mahmoud Abbas ugye nem fogadja el ezt a béketervezetet, ugye tudjuk, hogy a palesztinok ezt nem támogatják. Itt kérdés lesz majd, hogy Trump mennyire tud e tekintetben majd hatékonyan lépni. És ami még egy izgalmas dolog, hogy ugye Netanyahu maga is beszélt az elmúlt napokban a Cisziordánia vonatkozásában Izrael szuverenitásának a kiterjesztésére. Ugye ez lesz majd egy nagyon izgalmas kérdés, és ha már az Unióról beszéltünk, akkor azt gondolom, hogy beszélnünk kell arról az embargóról is, amit Izraellel kapcsolatban az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője Borrelli kezdeményezett, amely mögé nem állt oda Magyarország, sem a csehek, sem az olaszok, sem a románok. Ugye Borrelli vitatja, hogy az Izrael állam kapcsán ez a fajta béketárgyalás, ez nemzetközi jogilag megfelel, vagy nem. Itt ugye, amit beszéltünk, az a cisziordániai palesztin területekre vonatkozó zsidó telepek az, ami ugye a vitát tárgyát képezi. Magyarország nem állt ki, és nem támogatja Izrael elleni gazdasági embargó kérdését, úgyhogy nagyon mélyek az izrael és magyar kapcsolatok. És ez egy nagyon nagy érték, erre nagyon vigyáznunk kell. Hát én pedig abba alig vártam már, hogy Mogherini asszony lelépjen a porondról, ehelyett jött Borrelli, aki lehet, hogy visszasírjuk Mogherinit. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Sajnos időnk lejárt, de legközelebb itt folytatjuk. Kedves nézőim, az elmúlt percekben Juhász Hajnalka doktor, a KDNP országgyűlési képviselője volt stúdiónk vendége. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Most előzetesek, és már is következik Sós Eszter Petronella, a francia szakértő, és megtudjuk, hogy a franciáknál mi újság van. Tartsanak velünk!